Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét! Önök a 25. évfolyam 15. heti számát látják. Nézzük a mai adás tartalmát. Műsorunkban először a közös nevező sorozat e-havi kiadását láthatják. Második blokkunkban egy terjedelmes beszélgetés következik Hanzelik Andreával. Adásunkat az első kézből rovattal zárjuk. A nagy múltra visszatekintő közös nevező sorozat áprilisi rendezvényében Antal Zsuzsanna műveit állították ki a közönség számára. A művészt és műveit Bágyi Csabáné méltatta. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Monori Vigadóban, az áprilisi közös nevező kiállítás sorozatunk megnyitóján. Egy kicsit személyes ismerkedésünkről, hogyha engednek egy pár szót elmondani, hogy Zsuzsával hogyan is ismertük meg egymást. Hát szerintem jó egy éve, amikor Bágyi Csaba felhívott, azt mondja, de figyelj, van nekem egy szomszédasszonyom, annak olyan gyönyörű képek vannak a lakásában, hogy az valami csoda. És akkor úgy egyszer csak felhívtuk Zsuzsát, kolléganőmmel, hogy hát mit szólna, hogyha elmennénk, és megnézhetnénk ezeket a képeket. Hát akkor elmentünk, szegény Zsuzsa az úgy izgult, mintha legalább egy zugpálinkát, pálinka főzdét ellenőrizne a NAV, de teljesen kétségbe volt esve, izgult, remegett, hogy mi történik, és mondtuk, hogy csak szeretnénk megnézni, meg hogy ugye Csabával beszéltünk, hogy egyszer csak egy kiállítást milyen jó lenne, hogyha sikerülne összehozni Zsuzsának a képeiből. És amikor bementünk a lakásba, hát a Zsuzsi kolléganőmmel nem győztünk ámulni, bámulni, hogy ilyen csodálatosan szép képek vannak Zsuzsiéknak a lakásába, és mondtuk, hogy hát nagyon boldogok lennénk, hogyha ezekből néhányat láthatnánk itt a Vigadóban, hiszen valóban néhány az a kép, ami itt van most abban a teremben, illetve a folyosó galérián is, hiszen Zsuzsának ettől nagyon sokkal több képe van otthon. Most, hogy én ahogy végignéztem délelőtt, nem is volt olyan ismerős, amit mondjuk láttam volna nálad. Igen, mondom, hogy nekem is teljesen újak ezek a képek. Úgyhogy hát én köszönöm Csabának is az ötletet, Zsuzsának is a képeket, hogy elhoztad ide hozzánk, és a mai kiállítás pedig Bágyi Csabáné Edit fogja megnyitni. Arra nem tudok nézni. Üljek vele Sok szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket, családtagokat, barátokat, ismerősöket, akik megtisztelték Antal Zsuzsannát az első alkotásainak a Fények játéka megnyitóján. Engem ért a megtiszteltetés, Bágyi Csabáné Edit vagyok, hogy pár szóval bemutassam Zsuzsát és munkásságát. Régóta ismerjük egymást, jó szomszédi, baráti viszonyban vagyunk. Mindig kitűnt tehetsége valamilyen érdekes hobbi formában, például vart, kötött, kreatív dolgok megvalósítása a lakásban. Párjában is jó társra talált ebben, aki mindig támogatja és csodálja őt. Ő csinálta, mi néztük, gyönyörködtünk, dicsértük ügyességét. Nem véletlenül mondják, hogy a művészek a gondolataikat az alkotásán keresztül fejezik ki. Amikor először megláttam képeit 3 évvel ezelőtt, meglepődtem. Nem egy egyszerű, előre rajzolt kifestőt, számfestőt láttam, hanem valami sokkal mélyebbet és egyedibbet. Teltek a hónapok, évek, egyre több, szebb, jobb festmények kerültek ki kezei közül. Erre mondják, a művészet formája a közízlés, és hatással van mindenkire, hiszen a vizualitás mindenkit elér. Hát Zsuzsát elérte. Nem is akármilyen formában, a fények és a színek formájában és játékában. Az általa megfestett képek és az alkotás folyamata valóban csodálatos dolog. Sokat beszélt nekem festményeiről, melyiken mit, hogy látunk, mi, mit ad vissza, milyen érzelmeket kelt bennünk. Isten igazából akkor értettem meg őt, amikor együtt kirándultunk, és együtt láttuk,
hallottuk, éreztük, amit ő le akar festeni. Amit megpróbál lefesteni, mind-mind inspiráló tényező a természetből, a fák színei, a nap felkelte, a napnyugta, a víz hullámzása, a felhők vonulása. Egy művész vagy alkotó soha nem érezheti, hogy kész van, minden alkotás egy születés, egy próba arra, hogy megismerje magát, és azután megmutassa másoknak is. A kép akkor készül el, mikor az alkotó gondolata testet ölt a vásznon. Egyszer említettem, hogy Pilissel láttam egy amatőr kiállítást, próbálja meg ő is kiállítani a képeit, hogy mások is gyönyörködhessenek benne. Erős tiltakozás. Nem, nem. Én csak magamnak festek. A férjem és a Vigadó dolgozóinak közreműködésével meg tudtuk valósítani, amit Zsuzsa nem igazán akart, de mi annál jobban. Köszönjük mindenki segítségét. Amatőr festő kiállításod egy remek lehetőség arra, hogy mások is megcsodálhassák munkáidat. Azt hiszem, röviden, tömören ennyit tudnék mondani, de nem akarok többet mondani, mert te és a képeid az est fénypontja. Mindenkinek jó nézelődést kívánok, megkérem a nézelődőket, hogy bátorítsák Zsuzsa munkásságát, hogy ezt a szép hobbiát folytassa tovább, minél többen gyönyörködhessünk kiteljesedésében. Van kihelyezve egy emlékkönyv, amiben megörökíthetik véleményüket, és bátorító szavakat írhatnak Zsuzsának. Az apró sütemények és az italok még kellemesebbé teszik a kiállítás élményeit. A magam nevében csak azt szeretném mondani, hogy örülök, hogy ezt az énedet megismertem, és közelebb kerültünk egymáshoz. Szeresd, amit csinálsz, mert az viszont fog szeretni téged. További sok sikert kívánok. Bocsánat. Köszönjük szépen Editnek is, Zsuzsának is, és hát én azt kérem önöktől, hogy hozzák el a szomszédaikat, barátaikat, rokonaikat, hogy minél többen láthassák Zsuzsa képeit, és ha esetleg az önök szomszédjában is lakozik egy ilyen festőművész, nyugodtan ajánlják, hogy jöjjön hozzánk kiállítani. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Nem tudom, Zsuzsa, te szeretnél még valamit? Nem. Akkor jó étvágyat, jó beszélgetést mindenkinek.
Tudjuk, hogy egy vállalkozáshoz végtelen kitartás kell. Evelyn! A végtelen kitartásotokhoz a Vodafone is a végtelent adja. Korlátlan beszélgetés 10 GB adattal havi 9990 forintért a Vodafone-tól. A következő egy órában Hanzelik Andrea, a Vigadó ügyvezető igazgatója beszél a városban soron következő programokról. Szó esik többek között a futóversenyről, a borvidékek hétvégéjéről és a Pincefalu gyermekszemmel rajzpályázatról is. A végén pedig megmutatjuk a városi tojásfát és a húsvéti kézműves foglalkozás képeit. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A mai vendégem itt a stúdióban Hanzelik Andrea, a Vigadó Kft. Ügyvezető igazgató asszonya, akivel tavaszi programokról fogunk ma beszélgetni. Szervusz, köszöntelek! Szia, jó estét kívánok! Ja, tavasz, mind a ketten vidáman színesbe öltöztünk, itt a jó idő. Talán az első legkiemelendőbb tavaszi program a futóverseny. Lesz egy futóverseny Monoron, méghozzá nem is akármilyen. Most első körben szervezitek, légy szíves, erről beszélj nekünk egy kicsit. Igen, hát alpolgármester úr, illetve polgármester úr szerintem évek óta dédelgetett álma valósul meg ezzel a futóversennyel, hiszen a Strázsahegyen egy trail futóversenyt szervezünk, ugye ez azt jelenti, hogy nem kiaszfaltozott, nem egy sík terepen, hanem egy teljesen részben murvás, részben köves, van egy kis aszfaltos is benne, de nagy részt földön fognak futni a versenyzők, és jelentős a szintkülönbség is, legalábbis az alföldi terepekhez szokott embereknek azt mondom, hogy jelentős a szintkülönbség is, igazán az egész pályán összesen alig 200 méter, de azt mondom, hogy akik csak síkterepen szoktak futni, azoknak ez azért érdekes, hiszen a 2 kilométer például úgy indul, aki ismerős a Strázsahegyen, hogy a Szent Orbán térről indul a 2 kilométeres futam, ami ugye részben, sőt nagyobb részben iskolások fogják futni, de van rá akár nyugdíjas jelentkezőnk is Pali bácsi személyében, akinek nagyon örülünk, hogy ott lesz a gyerekekkel, és ő is futja a 2 kilométeres távot, tehát ők, hogy a Szent Orbán térről elindulnak, és egyből felfelé a kapaton futnak a kilátó felé, úgyhogy ez biztos, hogy eléggé meg fogja zirálni a mezőnyt, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok, de az 5 és a 10 kilométer az egy nagyobb táv, nekik nem kell rögtön megtenni ezt az emelkedőt, viszont a 10 kilométeren még a M4-es autóút fölött is át kell futni, és az azért ilyen közel fél távnál ott, aki járt arra esetleg kirándulni, sétálni, biciklizni, az azért tudja, hogy egy nagyon komoly emelkedő az a felüljáró, ami átvezet az M4-esen a Mendei út folytatásában, úgyhogy azon át kell futni, a mögött lesz egy fordítópont, frissítőpont, ahol vízzel, szőlőcukorral, pereccel, mindenféle finomsággal várják a 10 kilométeres futókat, és onnan indulnak majd visszafelé a forrásvölgyön át, az Irsai Olivér soron, vissza a Szent Orbán térre. Ez egy szép kör, ez egy szép kör. A legrövidebb táv akkor úgy kell, hogy értsük a 2 kilométer. Igen, tehát a legrövidebb. Azzal indul. Azzal indulunk, igen, a 2 kilométerrel. Ha valaki nevezett, és mondjuk kisebb becske, gyermekecske, akkor a szülő, ha szeretné vele lefutni, neki ugyanúgy nevezni kell, vagy esetleg az út szélén, vagy koron szélén, vagy nem tudom, le lesz-e kerítve, úgy kísérheti a szülő. Igen. Vagy úgy, hogy ő is benevez, és akkor fut mondjuk a gyermekével. Főleg azért iskolából csoportos nevezések vannak a 2 kilométerre, de aki esetleg úgy gondolja a szülő, hogy feltétlenül az egész táv alatt szeretné szemmel tartani a gyerkőcöt, esetleg egy-két fényképet, videót készíteni róla útközben, erre is van lehetőség.
csak gyalogosan. Tehát nem lehet rollerrel, nem lehet kerékpárral, semmilyen járművel nem lehet a pályán közlekedni. Tehát ha úgy gondolja, hogy fut a gyermek mellett, akkor ezt megteheti. Ez nem kell külön nevezni, hiszen a nevezéseket, azokat április 14-én lezárjuk. Mindenkinek csippelejlátott rajtszáma lesz. Nagyon fontos, hogy mindenkinek a rajtkapun át kell futni, amikor indul. Természetesen, ha a szülő akar futni, akkor a rajtkapu mellől kordonozva a rajt meg a cél előtti rész lesz, a többi résznél nincsen kordonozás, és onnantól esetleg futhat mellette a gyerkőc menet rajtszám nélkül, rajtszám a gyereken lesz, és ugye akkor érzékeli a rendszer, amikor átfut a kapun, és a befutónál is érzékeli. Tehát mi már, amikor egy-egy távnak az utolsó befutója is meg lesz, minden távon lesz egy záróautó, és amikor a záróautó beérkezik, és egyértelműen tudjuk, sőt a listából is látjuk már egy számítógép segítségével, hogy azok, akik elindultak, mindenki befutott-e, tehát látjuk esetleg, hogyha valakit keresni kell, mert igyekszünk nyilván mindent megtenni, táblázni, szalagozni, emberi erővel segíteni, és kapunk segítséget a sportegyesülettől, a polgárőröktől, a gimnáziumtól, gyerekek jönnek, és ott fognak állni azokon a pontokon, ahol el kell fordulni, tehát ők ott fogják mondani, hogy merre kell tovább futni. De hát ennek ellenére tudod te is, hiszen nem egyszer szerveztél bicikliversenyt is a Strázsán, mindig akad, aki a legjobb szándékunk ellenére is esetleg eltéved. Akkor ezt látjuk a beérkezők listáján, hogyha valaki nincs ott azok közül, aki elindult, őt keresni fogjuk. Segítségül ugye a futók, de ez főleg az 5 és 10 kilométerre jellemző, ugye már olyan futószerelésbe mennek, amin van helye a mobiltelefonnak. Tehát ők azért mindig visznek magukkal okos eszközöket. Minden rajtszámon rajta lesz a kolléganőm és az én telefonszámom is. Annak ellenére, hogy lesz orvosi felügyelet is, nyilván ő ott lesz a Szent Orbán téren, de hogyha valakivel bármi baj történik, elesik, vagy bármi olyan problémája lesz, akkor egyből lesz neki ott telefonszám, amit tud hívni, és akkor azonnal tudunk segítséget küldeni neki. Tehát lesznek azok a megfigyelők, akik segítenek abban, mert te is nagyon jól tudod tekerjön, és mindig volt, aki hiába kiabáltunk, bement a pályára, mert ha jól értelmezem, teljes utcaszélességben futnak, tehát a pályára bemenni, ott elbóklászkodni nem igazán ajánlatos, és erre lesznek akkor olyan felügyelők, akik ezt segítik. Igen, hát igyekszünk. Ugye nyilván a befutónál és a startnál a legérdekesebb ez. Nyilván az 5 és 10 kilométer teljes hosszát nem tudjuk olyan szinten lebiztosítani, hogy mindenhol ez meglegyen. De úgy gondoljuk, hogy olyan szinten szét fog azért csúszni a mezőny, hogy nem lesz olyan, hogy 50 ember együtt fut, és egy tömeg fut együtt, kivéve az eleje, hogy ilyen nagy tömeg együtt fut, és akkor akadályoznák a nézők őket, illetve azért ezek az útszakaszok, hát így belegondolok, szerintem mindegyik viszonylag széles, tehát hogy még hogyha áll is valaki az út szélén, még a futó is ki tudja kerülni, de hát nyilván mostani Strázsa újságban is lesz már felhívás, hogy nagyon kérjük, hogy nem egy hosszú idő, egy fél napról van szó, hiszen vasárnap délelőtt lebonyolítjuk a futóversenyt, hogy az autókkal nagyon óvatosan közlekedjenek, hiszen nem zárjuk le az egész területet. Nyilván a pályát azt bebiztosítjuk, de például a Mendei útra, hogy jönnek le a különböző szőlősoroktól az autók, ott nagyon kérjük, hogy nagyon vigyázzanak, mert ott jöhet futó a Mendei úton, hiszen az 5 és a 10 kilométer is ott jön visszafelé majd, és ott azért viszonylag nagy szokott lenni a forgalom. Nyilván ebben a polgárőrségtől és a rendőrségtől, biztonsági szolgálattól is kérünk segítséget, hogy megpróbáljuk minimálisra csökkenteni a balesetek esélyét, illetve azokat a pince tulajdonosokat kérjük, és tényleg minden csatornán keresztül, és itt is szeretném kérni, hogy akinek kutyája van, végigjártuk ezt a területet már, főleg ahogy a kilátóhoz fölülről kanyarodunk be, vagy bármelyik másik soron is, azt kérjük, hogy legyenek szívesek úgy bezárni a kutyákat, hogy ne tudjanak kijönni a kerítésen, mert azért vannak futók Monorról, de vannak Sátoralja úrhelyről, Hajdúszoboszról, tehát azért a futótársadalom azért érzékeli, hogy itt egy viszonylag jó versenyre és nagy versenyre készülünk. Nem szeretnénk, hogyha valaki olyan rossz tapasztalattal távozna, hogy mondjuk akár csak megijesztette egy kutya, arról ne is beszéljünk, hogy mondjuk megharapta.
de tényleg azt szeretnénk kérni, hogy akinek van kutyája, azt zárja be, hogy ne, mert ugye amikor a futók haladnak el, egyértelmű, hogy a kutyát zavarja. Igen. Amikor egy olyan területen, ahol nem jár idegen egyébként, vagy nagyon ritkán, ott mondjuk 100 futó el fog szaladni, és a tizediknél már nagyon ideges lesz tőle, hogy mi történik körülötte. Úgyhogy azt szeretnénk kérni, hogy akinek kutyája van a Strázsahegyen, a futás útvonala a honlapunkon megtalálható www.vigadokft.hu, a versenykiírásban benne van a futás útvonala, de itt tényleg nagyon röviden a Szent Orbán tértől a Fesztivál körút, a Locsodi út, a Fenyves melletti út, akkor a Mendei út, és ott az összes kisebb út, és az Irsai Olivér sor vissza, tehát ez a leglényegesebb, hogy legyenek szívesek a kutyákat becsukni, hogy nehogy ebből legyen probléma. Igyekszünk mindenre figyelni, és minden olyan veszélyforrást minimálisra csökkenteni, hogy semmi probléma ne történhessen, de ez az egyik talán kardinális pont, hogy nekem a félelmem az egyik, hogy valaki eltéved, de azért itt természetesen táblázunk, szalagozunk, emberi erővel mutatjuk, hogy merre kell menni, és a másik pedig ez, hogy a kutyáktól tartunk, de hát bízunk benne, hogy megfogadják a tanácsainkat, és egy fél napra ez megoldható. Neked is van kutyád, nekem is, tudjuk azt, hogy egy fél napig nem esem baj a kutyának, ha a kennelben van. Kedves pince tulajdonosok, kérjük Önöket, hogy segítsék ezt a rendezvényt, és akár a kutyákra, akár az autóval való közlekedésre azon a napon nagyon figyeljenek oda. Ki lesz-e plakátolva, raktok-e ki a pince sorokra, pincékre, villanyoszlopokra, bárhol olyan felhívást, mert lehet olyan pince tulajdonos, aki nem feltétlenül monori, és nem mindig van itt, vagy esetlegesen nem tud erről a rendezvényről. Persze már a jövő héten készülünk azzal, hogy egy nyilván hosszú tömör szöveget senki sem fog elolvasni. Rengeteg információnk van a futóversenyről, de tényleg ilyen alapinformációkat. Mikor lesz? Mettől meddig? Honnan? Ezt a sort érinti, kérjük ezen a napon fokozott figyelemmel közlekedjen. Tehát ilyeneket tervezünk már a jövő héten kihelyezni azokra az utcákra, ahol maga a verseny zajlik, illetve azokhoz a kereszteződésekhez, ahol ugyan nem jön a verseny, de beletorkollik az út a verseny útvonalába. Honnan jött a táv? Honnan, hogy raktátok össze? Vagy ez egy séma, vagy körbejártátok a pincefalut, és azt mondtátok, hogy akkor legyen ez. Kitől jött, honnan jött az ötlet? Igazából ugye nagyon sok honlapot megnéztünk, akik futóversenyt szerveznek, hiszen aztán nem szégyen olyanoktól tapasztalatot gyűjteni, akik már több egyszer csinálják, sokadik alkalommal csinálják. Illetve a Monori-Erdei Szabadidős Sport Egyesülettől is nagyon sok segítséget kaptunk a szervezésben, és akkor mondtuk, hogy egy kicsit néztünk előre is. Azt mondjuk, hogy ha ezt most megugorjuk, akkor azt mondtuk, hogy jövőre akár egy fél maratont is már be lehetne vállalni. Ugye az azért még több, mint a duplája a 10 kilométernek. Tehát ez egy nagyon, nagyon hosszú táv ehhez képest. És akkor mondtuk, hogy fél maraton, negyed maraton. És akkor hát az nem 10 kilométer, kicsit több lenne, mint 10 kilométer. Aztán alpolgármester úr többször is futotta a távot a Strázsahegyen, és próbálta az útvonalat úgy összeállítani, hogy ez ne csak egy olyan futóverseny legyen, persze nyilván akik igazán nyerni jönnek, és ő győzni akar, ő néz előre és fut, tehát, de azért a hobbi futók azok futnak és nézelődnek, én is így futok, közben futok, nézelődök, és tényleg annyira szép útvonal az, amin megy ennek a versenynek az útvonala, hogy mi most már többször végigjártuk, akár a 10 kilométert, akár az 5 kilométert, de akár csak a 2-t is. Tehát, hogy pont most, ahogy már virágzik minden, zöldelnek a fák, gyönyörű szép a fesztivál körút, szépek gondozottak a pincék, a kertek, tehát, hogy tényleg öröm végig menni ezen az útvonalon, hiszen ennek egyrészt ugye az egészséges életmódra nevelés, a futás, a mozgás hasznosságának, tehát ezeken az általános célokon túl van egy olyan célja is ennek a napnak, hogy megismertessük olyan réteggel is a pincefalut, akik mondjuk nem jönnek ide egy boros fesztivál miatt, hanem ők egy egész más célcsoport, akik futnak, sportolnak, egészségesen élnek, amiben nem mondom, hogy nem fér bele egy fröccs, de,
de nyilván ők más módon szervezik a szabadidejüket, és egy olyan társadalmi réteggel tudjuk megismertetni, akár országosan is a Pincefalut, a Strázsahegyet, akik esetleg még nem voltak Monoron, és látjuk, hogy ez beigazolódik a nevezésekből, hiszen tényleg az ország minden részéből látjuk, hiszen a nevezés ugye egy internetes felületen zajlik, úgyhogy akkor valaki még, aki esetleg most szeretne nevezni, ugye április 14-e a nevezési határidő, ezt a Vigadó honlapján megteheti, automatikusan fog kapni egy névre szóló választ, hogy ugye megadja az adatait, azok alapján mi visszaigazoljuk, hogy neve, születési dátuma, hány kilométerre nevezett, kér-e pólót, nem kér pólót, tehát és kap egy visszaigazolást azonnal arról, hogy igen, mi fogadtuk az ő nevezését. És egy nagyon érdekes kérdés, a kér pólót, nem kér pólót, és a monoriaknak szeretnék egy kicsit üzenni, de ezt majd fel is hívunk mindenkit egyenként, aki monori, hiszen úgy szól a versenykiírás, hogy a monoriaknak ingyen biztosítjuk a pólót. És ennek ellenére mi így megdöbbenve látjuk, amikor a visszaigazolást küldjük, hogy azt írta be monori lakcímmel, hogy nem kérek pólót. És akkor most így a kolléganőm az napok óta a telefonnál van, és felhívja az olyan monoriakat, akik nem kértek pólót, hogy mi szeretnénk megajándékozni egy pólóval teljesen ingyen. Beneveztél a versenyre, tehát jönni akarsz, semmit nem kell érte tenni többet, mi szeretnénk neked ajándékozni egy pólót, egyetlen egyet mondjál meg, hogy milyen méretet szeretnél, hogy elfogadod tőlünk, vagy nem fogadod el tőlünk ezt a pólót. És akkor azért azt tapasztalt, hogy ja, de monoriaknak ingyen van, akkor persze, hogy kérek. Tehát ez értelmezés. Igen, úgyhogy aki, azt azért javasoljuk, hogy aki monori és hallja most az interjúnkat, nyugodtan e-mailben is írhat, hogy felhív minket, és mi át tudjuk javítani a regisztrációját, tehát a rendszeren keresztül tudjuk javítani, és át tudjuk írni, csak egyetlen egy dolgot kell megadnia, hogy SML, XL, XXL, tehát milyen méretű pólót szeretne, és akkor lehet természetesen, hogy ezt a pólót, ezt ott adjuk át. A 2 kilométeren a csoportos nevezésbe ott a testnevelő tanároknak már előző héten átadjuk a rajtszámot is és a pólót is, de a felnőtt nevezőknek, illetve akik az 5 és 10 kilométerre neveztek, hiszen ott is van 14 év alatti korosztály is, és nagyon örültünk, hogy sokan vannak 14 év alattiak, akik például a 10 kilométert futnak már. És az ő részükre a rajtszámot és a pólót azt ott a helyszínen adjuk át, de lesz öltözősátor, férfi-női öltözősátor, úgyhogy van lehetőség átöltözésre is. Úgyhogy mi igazából azt szeretnénk, ha minél többen már ebben a pólóban futnának. Egyszer beszélgettünk arról, azt mondtad, hogy van egy fő, amikor lezárjátok, tehát a nevezést. Hogyan álltok most a nevezéssel? Hát kezdjük közelíteni, ugye 300 fő a maximális létszáma a versenynek, és ha a 2 kilométeres csoportos nevezést is számolnánk, akkor már túlléptük volna a 300 főt. De hoztunk egy olyan döntést a szervezőkkel, hogy akkor vegyük külön a csoportos nevezést, ahol a diákok együtt neveztek egy iskolából, ugye ott egy más rendszeren ott átadtuk a testnevelőknek, hogy ne kelljen bajlódni a nevezéssel, ugye a szülői nyilatkozatot kell kitölteni hozzá a 18 év alattiaknak, hogy részt vesznek, hogy a szülő hozzájárul, hogy a gyerek részt vegyen ezen a versenyen. Ezt egyszerűen akár papírformában is megcsinálhatják otthon a testnevelőknél, még most sincs késő, ugyanott 1-2 nap a leadási határidő, ugye meg fogunk kapni reményeink szerint, ahogy így számoltuk meg az előzetes visszajelzések, ez egy 100-150 regisztrációt az iskolákból. Nekünk azt ugyanúgy fel kell vinni az elektronikus rendszerbe, hogy rajtszámot tudjon generálni a rendszer ezeknek a csoportos nevező gyerekeknek is. Azt mondtad az előbb, hogy 2 kilométer, 5 kilométer, 10 kilométer, de már tovább gondoltátok, hogy esetleg lehet ebből hosszabb távok is. Megvalósulhat-e, most feltételes módon beszélünk, de nagyon jó lenne, ha sikerülne, Orbán tér, és összekötni mondjuk a Bachusszal. Tehát most látják a futók az Orbán teret, majd ezt egy kicsit kibővítve, tulajdonképpen teljesen körbejárni a hegyet. Hogy volt-e erről szó, vagy esetleg volt-e ötletként felmerült-e? Igen, megvalósítható, és szinte most is lemegyünk a Bakusz térre, tehát a 10 kilométerrel, ugye a Forrásvölgyön, akik ismerik, te ismered, a Forrásvölgyön átfutunk fel a dombra, és úgy jövünk majd vissza a
az Orbán tér felőli oldalára a Strázsahegynek, úgyhogy uh-huh. már részben most is érintjük a téglagyári dűlős pincesort is, hogy úgy jövünk vissza a 10 kilométeren, most az a 10 kilométeren, 5 kilométerrel ezt azért elég nehéz megvalósítani, uh-huh. úgy kijelölni a pályát, de nyilván egy félmaratonban ott azért nagyon sok minden belefér, sőt ott ugye most, ahogy átfutunk a M4-es fölött, és ott egészen az út torkolatban lesz a fordító, nyilván egy 20 km feletti távnál ezt sokkal távolabbra kell kitennünk, ezt a fordítópontot majd akár Gomba irányába. Úgyhogy már ezen is gondolkodunk, és név nélkül nem nevezve, de nagyon sok nagy szponzorunk érkezett. Tehát olyan cégek álltak mellénk, akik fontosnak érzik ennek a versenynek a támogatását, és velük is úgy tárgyaltunk már, és ő részükről is ez volt a felvetés, hogy jó, persze, oké, egyszer csináltok ilyet, és akkor jó, támogatjuk. De hogy azt szeretnék, hogy ebből egy folyamatos és egyre bővülő, egyre növő verseny legyen. Úgyhogy a mostani szponzorainkkal is az a cél, hogy ezt jövőre is csináljuk, mert bízunk benne, hogy teljesen jól fog sikerülni, hiszen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez jól sikerüljön. És hogyha ez rendben lesz minden ezen a versenyen, akkor egy ilyen hosszú távú együttműködés alakul ki ezekkel a szponzorokkal, és nyilván az önkormányzat és a szponzorok segítségével, akár tényleg a félmaraton, vagy egyszer nagyot álmodva, akár még maraton futóversenyt is szervezünk. Hát ez a program az idén elindul kísérleti jelleggel, de valószínű, hogy marad is, tehát Monornak, bízunk benne, Monornak lesz egy újabb olyan programja, ami nem feltétlenül csak a monoriak, hiszen mondod, milyen sok helyen jönnek, tehát országos kitekintésű lesz, ugye? Tehát ezt szeretnétek tulajdonképpen ezzel elérni, de emlékezzünk egy picit, futottunk, de tekerjünk is. Hogyan látod azt, vagy látod-e, láttok-e arra esetleg arra esélyt? Van ez az új program, a futó, de hogy esetleg a tekerőt visszahozni, és újra rendezni monoron. Ugye ezt mi ketten mindig azt mondjuk, hogy a tekerőt soha nem engedtük el, nem engedjük el, és tervezünk is vele. Ugye idén maradunk a mini változatnál, ugye gyereknapra is majd várjuk, és hamarosan közzétesszük a nevezés módját, hogy gyereknapon a mini tekerőre hogyan, milyen távokon lehet majd nevezni, hiszen ez hihetetlen népszerűségnek örvend a mini tekerő a gyereknapon, úgyhogy várjuk majd az érdeklődőket, nevezőket. Az igazi tekerő, ami ugye a végén ugye a felnőtteket kivettük, de maradtak az általános és középiskolások meg a kicsik. Ez azt hiszem, hogy hiszen annyiszor elmondom és kihangsúlyozzuk, hogy a rendezvényekhez jó, vagyunk mi a Vigadóba, pár a rendezvény szervezők, köszönjük szépen, igyekszünk mindent megtenni, és nagyon sokat dolgozni, hogy nagyon jó programok legyenek a városban, de ehhez nekünk mindig kell együttműködő partner. Tehát ugyanúgy, mint hogy a mostani futóversenyt sem tudjuk mi 6-8-an megcsinálni, mert fizikai lehetetlenség, nem lehet. Kellenek a partnerek, és nagyon örülünk, hogy a szponzorok mellett tényleg a sportegyesület, a polgárőrség, a rendőrség, nagyon sok olyan szervezet állt mellénk, akik emberi erőbe is, tudásba is, tapasztalatba is elmondják, hogy mégis hogyan. Hiszen a futóversenyen és a 2 kilométeren nem is terveztünk az elején. 5 és 10 kilométer. És akkor beszéltünk a testnevelő tanárokkal, fogták a fejüket, azt mondják, ide figyelj, azt mondom a gyerekeknek, hogy 5 kilométert kell futni, azt mondja, hátat fordítanak, ott hagynak. Úgyhogy így került be a 2 kilométer. Tehát a futóverseny is, a tekerő is abban az esetben tud majd esetleg komolyabb formába elindulni, hogyha az iskolák ismét elszántak lesznek egy olyan szintű együttműködésbe, amilyen volt a tekerőn. Tehát ott is azért egy iskola ugye ott kiemelkedően hozzájárult a tekerőszervezéshez, de mindenki hozzátette a maga részét. Ugye eleve az, hogy
hétvégén van, hétvégén elhozzák el a tanárok a gyerekeket, mert ha csak a szülőkre bízzuk, akkor sokkal, ez a tapasztalat, tehát nem megbántva a szülőket, de tudjuk, hogyha iskolában közösen azt mondjuk, hogy megyünk a tekerőre, akkor van 100 jelentkező, ha azt mondjuk, hogy a tekerőre jöjjön ki a szülő, hozza ki a gyerekét, akkor lesz 20 jelentkező. Igen, ez igaz. Tehát igazából akkor tudjuk ezt a tekerőt esetleg a régi fényében újraindítani, hogyha az iskolákkal újra sikerül egy olyan fajta együttműködést és az ő részükről egy olyan nyitottságot tapasztalni, mint mondjuk volt ez a Covid előtti időszakban. Azért muszáj erről beszélni, mert én tavaly már tapasztaltam, hogy egyre bővülne a gyermeknapom, akik tekernének. Tehát kezdtük a kis nagyon picik, csak nagyon lábbal megyek, aztán már jöttek egy kicsit idősebbek, aztán idősebbek, és tavaly már kérdésként hangzott el ott a gyereknapon, hogy legalább az alsósok hagy induljanak gyereknapon. Hát ezt ott szerintem nem nagyon lehet megvalósítani. És akkor mindjárt lépjünk is át erre a programra, gyereknapi program, egy picit maradjunk a tekerőnél. Légy szíves, beszélj erről, hogy hogyan tervezitek, hány fővel tervezitek, marad-e ugyanaz az útvonal rész, hiszen a gyereknapon egy fő attrakció a tekerő. Igen, nagyon sok programmal készülünk a gyereknapra, és itt is azt látjuk, hogy elindultunk egy programmal a gyereknapon, nem is tudom mikor, amikor a sportcsarnok megépült, ugye akkor költöztünk át a gyereknappal a sportcsarnokba, illetve a sportcsarnok előtti térre és parkolóba, és már elsőre nagyon nagy sikere volt ott a sportcsarnokban, hiszen nagyon sok szempontból egy nagyon jó helye a gyereknapnak. Ha esik, ha fúj, ha meleg van, ha hideg van, tehát bármilyen időjárás jöhet, ott biztos, hogy jó helyen vagyunk, és indultunk egy bizonyos programlétszámmal. Most már annyian csatlakoztak civil szervezetek hozzánk, hogy már felhívnak, hogy figyelj, mi is megmutatnánk magunkat a gyereknapon. No, csak egy fél órás kis gyerekfoglalkozással, vagy akkor mi vinnünk játékokat. És akkor most már ott tartunk, hogy a sportcsarnok a küzdőterét, most már fönt a VIP termet is be fogjuk lakni, és előtte a parkolót is belakjuk a gyereknapon. Tehát ez annyira jó, hogy tényleg ez ad ilyen pozitív visszajelzést, hogy valószínű, hogy az az emberekben a kép, hogy jól csináljuk, hogy jól csinálod azt, amit véghez vittél, és ehhez én is szeretnék csatlakozni, és ez szerintünk számunkra ez a legjobb pozitív visszajelzés, hogyha minél többen szeretnének hozzánk csatlakozni. A tekerővel is, nyilván a kolléganőimmel egyelőre még ott a tervezésnél vagyunk, hogy hogyan is, hiszen érezzük mi is ezt, amit te mondtál, a gyerekek nagyon szeretnek versenyezni, imádnak versenyezni, győzni, meg még jobban szeretnek. Itt meg is van az esély rá, hogy mindenki győztes lesz a tekerőn. Tehát az, hogy boldogok lesznek tőle, és szeretik, és nagyon tündériek, és szerintem akik felnőttek ott vannak, azok is élvezik, mert akkor öröm azokat a gyerekeket látni, hogy milyen boldogan jönnek, és tekernek, és még nem az, hogy minden áron át akarok gázolni a másikon azért, hogy én nyerjek, hanem csak teljesíteni akarom a távot, és látszik az utolsó picin is látszik a boldogság, amikor még futunk vele, hogy gyere, 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 gyere. Úgyhogy beszélünk róla, igen, hogy ezt mi is érzékeljük, hogy korlátozni kell, ott azon a területen, hogy a sportcsarnok melletti utcákban zajlik most majd a verseny, és korlátoznunk kell a létszámot, és szeretném fölhívni a szülők figyelmét, hogy egybe biztosak vagyunk, hogy csak előnevezéssel lehet nevezni a versenyre. A helyszín nevezéseket sajnos egyszerűen nem tudjuk kezelni. Eljönnek, elbiciklizik a gyereknapra, kitalálja, ja, ő szeretne versenyezni a biciklit. Ja, de nincsen bukósisakod. A szülő nem a szülő hozta, hanem a szomszédnéni. Ki fog nekünk szülői nyilatkozatot aláírni, hogy, mert ugye mindig elmondjuk, amíg nincsen baj, addig nincsen baj, de azért ez egy veszélyes sportág, azért az aszfalton bicikliztetni több száz gyereket, és akkor jönnek ezek a problémák, és persze akkor a gyerek sír, akkor megsajnáljuk, valahonnan szerezzünk egy bukó, jaj, nincs szülői nyilatkozat, hát jó, hát bízunk benne, hogy nem lesz semmi baja, de ezt te is tudod, hogy ezek már vállalhatatlan kockázati tényezők. Tehát azt a döntést hoztuk, hogy csak előzetes nevezés van, lesz versenykiírás, tudomásul vetetjük a szülőkkel, hogy ezeket el kell fogadnia. Hogy olyan biciklivel jöjjön oda a gyerek, amivel lehet tekerni. Mert azt is tapasztaltuk, hogy odajött egy olyan nagy biciklivel egy kicsi gyerek, hogy nem tudott rá felszállni.
és a szülő már pedig menjél. Tehát vállalja a felelősséget azért, hogy olyan biciklivel hozza a gyereket, amivel tud biciklizni, legyen bukós isakja, mert ez nagyon fontos, és egyáltalán mi is tudjuk koordinálni, hiszen nem mindegy, hogy 100, 200 vagy 300 gyerekre készülünk érmekkel, oklevelekkel, ajándékokkal, tehát mindenféleképpen csak is kizárólag előzetes nevezés lesz, helyszíni nevezést azt megszüntetjük, úgyhogy ezt majd mindenhol közé fogjuk tenni, igyekszünk elérni minden szülőt, egyrészt a közösségi csatornákon, honlapunkon, Strázsa újságban, illetve minden iskolába is ezt el fogjuk jutani, sőt az óvodákba is, és a bölcsödébe is, hiszen ott azért a 3 évesek azért már jönnek, úgyhogy minden intézménybe is el fogjuk jutatni ezeket a szabályokat, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó kis versenyt sikerül ismét szervezni. Kedves szülők, akkor fölhívjuk a önök figyelmét arra, hogy van még idő, át lehet gondolni, de hogyha szeretnék, hogy gyermekük a gyermeknapi tekerőn részt vegyen, akkor figyeljék a Vigadó honlapját, figyeljék a kiírást, és figyeljenek nagyon arra, hogy csak előnevezés lesz, a helyszínen nevezni nem lehet. A piciknél még egy kicsit mondtad, hogy fontos a bukós isak, azért a térdvédő, a könyökvédő, szerintem a kisebbeknél még lehet, hogy fontos, amit én tapasztaltam tavaly, hogy több gyermekem volt, úgyhogy jó volt látni, hogy azért oda koncentráltak a szülők, de azért a szülők huncutabbak ám, mint a gyermekek, mert azért azt is láttam, hogy nagyon-nagyon akar persze a picike mellett futni, szaladni, és hát nem is az, hogy útban van, de jobban oda kell figyelni. Ezt hogy lehetne szerinted másként csinálni? Tudom, hogy nagyon nehéz, mert egy szülő aggódik a gyermekért, szeretné a menni és versenyezni, de aggódik érte. De tavaly azért volt olyan több szülőre kellett rászólni, hogy kérjük, hogy ne szaladjon be, ne menjen oda, menjen arrébb, mennek a gyerekek. Mert azért van ezekben a gyerekekben versenyszellem bőven. Igen, és ebben teljesen igazad van, és persze, hát egyértelmű, kicsik a gyerekek, aggódnak értük, életükben először versenyez. Tehát nyilván, hogy mint szülőben, bennünk, mint szervezőben is hatalmas druk van, de nyilván, hogy a szülőkben is hatalmas nagy druk meg aggodalomban, hogy a gyerkőccel ne történjen semmi baj, de ahogy te mondtad, igen, tehát nem csak a rajtnál, szerintem a rajtól sokkal beszélesebb a cél, a befutó, amikor az ő gyereke megérkezik, megáll, puszilgatja, gratulál neki, ölelgeti, és közben a többiek jönnek és tekernek, és egyszerűen akkor ki kell mondani, akkor tényleg útban van. Tehát tényleg útban van. Tehát akkor ott mi ott ki szoktuk kiabálni a lelkünket, hogy tessék oda menni, tessék elébb menni, mert van helye a sportcsarnok előbb, tehát nem arról van szó, hogy egy szűk utcába futnak be, hogy tényleg ezt kérjük, hogy én inkább a befutó az, amit rizikósnak tartok, hogy a befutónál persze nyilván örül mindenki a gyerekének, ha első, ha utolsó, bárhanyadik, neki persze nyilván a legnagyobb büszkeség az, hogy az ő gyereke végig tekerte, de kicsit odébb örüljünk. Tehát ne a befutónál, mert ott tényleg, és akkor vannak olyanok, akik azért már nagyon komoly tempóval jönnek, és akkor okozhat sérülést a másik gyerekbe, és tavaly is láttunk ilyet, hogy akkor ütköztek össze, amikor már a másik gyerek ott állt a befutónál az anyukával, és aki jött, az meg neki ment a gyereknek. Mert persze ő nézi a földet, nézi, hogy hol éri el a csíkot, és nem néz előre, hanem ő a befutót, hanem ő a célt várja, hogy mikor fog áthaladni rajta. Úgyhogy ebbe kell egy kicsit jobban koordinálnunk, meg a szülők segítségét kérni, hogy persze jöjjön és örüljön a gyerekének, hogy befutott, de próbálja meg azzal a lendülettel ki is vinni a befutó részről, hogy a többieknek is legyen helye. Többieknek is legyen helye jönni. Mert azért azt el kell mondani, hogy itt nincs első, második, harmadik hely, mindenki nyert. Itt mindenki nyert, hiszen sokszor elmondjuk ott is a gyerekeknek, hogy aki már teljesítette, aki ott van, az már nyert, és én tudom, hogy nagyon sok szép ajándékkal szoktátok értékelni azt, hogyha a gyermek teljesíti a távot. Táv és létszám korlátozzátok-e?
a létszámot. Az indulók létszámát. Igen, mindenféleképpen korlátozni fogjuk. Most még a kollégák egy kicsit dolgoznak a versenykiírás finomításán, de itt is szeretnénk korlátozni a létszámot. Úgyhogy azt kérjük, hogy nyilván közzé fogjuk tenni, hogy mikortól lehet nevezni. Szerintem, ha nem is a hét, de a jövő héttől már biztos, hogy lehet nevezni. És lesz létszámkorlát. Sajnos az idő, a hely, tehát ahhoz, hogy ezt biztonságosan megvalósítsuk, igen, lesz korlát. Futottunk, tekertünk, szórakozzunk. A következő szabadtéri program, futás, gyermeknap. Mi a következő? Mert azért van egy-kettő, van a Borvidéke hétvégéje, van a Cheshire-napok, ha jól tudom, most voltál nemrég egyeztetésen, úgyhogy kérlek a piknikmozi. Menjünk egy picit sorba. Talán a, bocsánat, hogy mondjam, az én nagy kedvencem a Borvidéke hétvégéje, ha arról mesélnél nekünk, vagy beszélnél a kedves nézőknek, hogy hogyan állnak, nyitott pincék, mi várható, mi lesz változás, mi az, ami marad? Csak egy gondolat tényleg, amikor, ugye ezt te is tudod, meg sokszor érnek minket az a vált, hogy ja, meg kevés a program nyáron, gondolom. És így visszagondolva, hogy ugye 2007-ben alakult a Vigadó, és akkor egyetlen egy, amikor mi kezdtük, és akkor úgy örököltük meg, a városban a kulturális élet szervezését, hogy volt májusban program, emlékszel a májusi napok? Igen. Aztán utána a következő program az augusztus 20-a, az OTP előtti pici téren volt egy délutáni kis valami, és volt egy tűzijáték. Igen. Tehát május közepétől augusztus végéig semmi nem történt a városban. És akkor ehhez képest, most ez nekünk annyira jó, hogy ennyi fesztiválról beszélünk. És ezek nem is egynapos, többnapos fesztiválok, és több ezer, sőt azt mondjuk, hogy több tízezer embert vonzanak a városba. Hiszen akár a Sörfesztivál 3 napjáról beszélünk, az is több mint 10 000 embert vonz a városba a helyiek mellett. A Borvidékek hétvégéje pedig, ha a Pincezene Fesztivált, az első napot, azt mondjuk csak ilyen rám, így is kezdtük, hogy ez egy kis bemelegítő nap, és ezt nem is szeretnénk olyan naggyá tenni. És akkor a következő nap, a Borvidékek hétvégé, ez megint az, ahol több mint 10 000 ember van délután a Strázsahegyen. Nem biztos, hogy egy helyen, egy időben, de a délután mondjuk 2-től este 10-ig levő időszakot, az after partikról már ne is beszéljünk. Tehát azt mondom, hogy több 10 000 ember, aki ide látogat a programok miatt a városba. És akkor utána itt vannak, ugye beszéltünk a gyereknapról, a piknikmoziról, a Sörfesztivál és az augusztus 20-a, ami idén az is 2 napos rendezvény lesz. Tehát azt mondom, hogy egy akkora távot tettünk meg 2007-hez képest 2024-ig, hogy hihetetlen, azt mondjuk, hogy ki akarnak, hogy hányszorosára nőtt a rendezvények száma, vagy mennyit költ a város rendezvények szervezésére, ami hihetetlen nagy számok jönnének ki. Szabad-e már tudni, hogy milyen filmet lehet megnézni az idén, vagy erről még most ne beszéljünk? Hát épp most kaptunk a hétvégén egy filmlistát, persze azon fel van sorolva legalább egy 40 film, és azon kívül még legalább 1000 filmből lehet választani. Hát most épp a kollégáknál tartottam ma délelőtt közvéleménykutatást, hogy ki mit szeretne nézni ezek közül a filmek közül, úgyhogy igyekszünk olyan filmet válogatni, ami ugye a piknikmozit azért látjuk, hogy ez egy családi program. Jönnek a szülők, ezért szervezünk gyerekprogramokat is mindig, jönnek a gyerekekkel, leheverednek a pokrócra, hozzák a kis piknikkosarukat, de akik nem, azoknak természetesen ott a vendéglátóhelyek is kínálnak ételeket, italokat, és egy ilyen kellemes délutáni program már ez az egész, és akkor ennek a csúcspontja este a filmvetítés, és azért valljuk be, nekünk is élményet, hatalmas nagy vásznon, leheveredni a fűbe, filmet nézni, tehát tényleg egy egész más hangulata van, mint hogyha otthon tévét nézel, vagy még attól is, hogyha elmész moziba, vagy még a szabadtéri mozihoz képest is szerintem egy sokkal másabb élményt ad a piknikmozi, és egy olyan filmet szeretnénk választani, ami egyrészt vidám, szórakoztató, a gyerekek is megnézhetik, de a felnőttek sem unatkoznak. Tehát van jó néhány, amit már így próbáltam, ez is jó lehet, úgyhogy
Úgyhogy próbálunk olyat választani, ami tényleg minden korosztálynak, tényleg a kicsiktől a nagyokig. Próbálunk zenéset választani, zenés filmet, mert annak azért tényleg azért más hangulata van, tehát semmiképpen sem szeretnénk valami komoly drámát, mert nem erről, az alap nem erről szól. Legyen vidám, legyen benne zene, legyen szórakoztató, élvezzék, akik ott vannak. És közben esetleg az se zavaró, hogyha beszélgetsz a melletted ülő vagy, tehát azért kellően hangos is a film ahhoz, hogy nem zavarja a többieket se, ha mondjuk valaki ott a sörpadon, meg a sörasztalon meg beszélget a film közben. Hát úgyhogy igyekszünk jó filmet választani idén is. Ezek nagyon jó kis csapatépítőek, meg családépítőek. Igen. Ezek a közösségépítőek a városban. És ha már közösségépítő, na menjünk csak vissza a Borvidékek hétvégéje. A felnőttek fogyasztják a bort, a gyerekek, bízunk benne, hogy nem. Viszont van nekünk egy olyanunk, most már nagyon régen, hogy Pincefalu gyermekszemmel az idén. Igen, idén is hirdetjük, idén is hirdetjük a versenyt. Ez is kiírás alatt van, tehát szerintem a jövő héten ez is közzétételre kerül, úgyhogy várjuk majd nagyon az alkotásokat ismét. Szerintem most is nagyon, nagyon szép és nagyon jók születnek, hiszen mindig rácsodálkozunk, hogy milyen ügyesek a gyerekek, és amikor zsűrizzük, akkor nehezen választjuk ki azokat, amelyek valóban kiállításra kerülnek ott a Orbán tér fölötti pincének a teraszára, végig ki tudjuk rakni ezeket a rajzokat. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy figyelje a kiírást, készüljön, rajzoljon, és hozzon minél több alkotást. Én ugye rácsodálkoztam, de jó, pozitív értelemben rácsodálkoztam Pincefalu vagy Strázsahegy 2050-ben, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy na, ez hogy közvetítjük a gyerekek felé, és én beszélgettem már a gyerekekkel, és annyira jó érzés volt azt hallani, hogy nem feltétlenül az jutott a gyereknek az eszébe, hogy majd űrrepülővel száll le a kilátó mellett, hanem pontosan az, hogy 2050-re is maradjanak meg a nádfedeles, a békebeli pincék. Ez nagyon érdekes ez a gondolat. Ti is ezen a vonalon gondolkodtatok, hogy talán a gyerekeknek fontos lesz az, hogy megőrizzük az ősi pincefalat? Igen, pontosan ezért választottuk ezt a nevet, mert azért 25 év táblatában. Ha visszanézzünk 25 évre, azért mi azért vissza tudunk tekinteni, hogy mi volt. A gyerekek is, ha megkérdezik a szüleiket, el tudják mondani, hogy milyen volt 25 évvel ezelőtt a Strázsa, és milyen most. Mi az, ami megváltozott benne, mi az, ami nem változott az elmúlt 25 évben. Tehát ha tényleg csak megnézzük azokat a fejlesztéseket, hogy van fesztivál körül, van kilátó, van játszótér, van mosdó, ami az mondjuk, hogy persze, nagyon fontos. Az Orbán tér, hogy milyen állapotban volt 25 évvel ezelőtt, most milyen állapotban van. Tehát, hogy a pincék hogy néztek ki 25 év előtt, mennyire voltak gondozottak, mennyire voltak szépek, mennyire voltak felújítva. Tehát van egy képünk, sőt tudunk is, és ez tervünk is, hogy mondjuk gyűjtünk össze 25 évvel ezelőtti képeket a Strázsahegyről. Na, így nézett ki, és 25 év alatt ennyit változott, és ehhez képest hogyan látod te, hogy a következő 25 évben milyen lesz ez a Strázsahegy. És tényleg, hát nem akarjuk sugallni, tehát ez tényleg, hogy nagyon érdekes, hogy mi van a gyerekek fejében, hogy mi az, amit ők ebben a 25 év távlatában el tudnak képzelni, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik születnek, hogy mi az, amit ő fontosnak tart, hogy 25 év múlva mondjuk már az ő gyerekének meg tudjon mutatni. Kedves gyerekek, Strázsahegy 2050. Rajzoljatok, festetek különböző technikával, készítsétek el azt, amire gondoltok, ami a fejetekben van, vagy ahogy szeretnétek látni a Strázsát. Mennyire lesz idejük, most mi is van, április közepe, lassan. Mennyi az időintervallum, azt el tudtátok-e már dönteni, hogy milyen határidővel, mert most május végén van a Borvidékek hétvégéje, milyen időintervallumban dolgozhatnak és érkezhetnek be rajzok, festmények?
Ugye igen, valóban most egy héttel előbb van a Borvidékek hétvégéje, a következő hétvégén Európa Parlament és önkormányzati választások vannak. Ugye nem szerettük volna arra hétvégére tenni ezt a rendezvényt, hiszen a szervező partnerek közül is nagyon sokan dolgoznak a választásokon, és ezért egy héttel előrébb került. Ezt már tavaly eldöntöttük, legalábbis onnantól már biztosan eldöntük, amikor kihirdették a választások időpontját, és így egy kicsit minden előrébb csúszott, mi is érezzük, hogy nekünk is így csapkodnak. Tehát az egy hét az a szervezésben hihetetlenül sokat jelent. Tehát mi is érezzük, hogy csapkodnak a hullámok, mert hogy ott azért van, jó, június, még júniusban van egy hetünk, de most nincs. Tehát most már májusban ott vagyunk a Borvidékek hétvégéjén, lehet a következő hónapban. Tehát azt kérjük a gyerekektől, hogy egy kicsit előbbre tettük a beadás határidejét. Ha segítesz, akkor azt is tudjuk mondani, hogy 20-a, igen, tehát május 20-a, igen, tehát május 20-áig, de az is még bő egy hónap. De ez is egy, igen, tehát zsűrizni kell, utána laminálni kell, utána van munka vele, hogy ez tényleg olyan minőségbe kikerülhessen, hogy azt a látogatók élvezni tudják azokat a rajzokat. Tehát így május 20-a, de addig is van még bő egy hónap. Tehát úgy gondolom, hogy aki ezt eldöntötte, és nyilván a pedagógusok segítségét is kérjük, mert ha ők nyilván vannak olyan rajzok is, amik családokból jönnek, tehát amit otthon elkészítenek, és úgy kerülnek be hozzánk, vagy közösségekből, egyesületekből, olyan szervezetektől, akik gyerekekkel foglalkoznak. Onnan is jönnek alkotások, de azért látjuk, hogy a rajzoknak a nagy része az úgy készül el, hogyha a tanítónéni, tanárnéni, tanárbácsi inspirálja a gyerekeket, hogy na figyeljetek, van egy ilyen kiírás, és akkor a rajzóra keretében, akkor most ez a téma, és akkor jönnek. És hogy persze nyilván, ha ő meg még egy kicsit úgy is állítja be, hogy tényleg a gyerek fejében megszülessenek azok a gondolatok, ne egy teher legyen neki, hogy jaj, miért kell nekem a Strázsahegyről rajzolni, hanem nyilván, hogy ezt úgy is el lehet mondani, hogy milyen jó, és akkor az is bennünk volt, hogy ez a város vezetése felé is egy üzenet, hogy a gyerekek, nézzétek meg, ezt rajzolták le a gyerekek, hogy 25 év múlva ők ilyen Strázsahegyet szeretnének, akkor nektek ebben az irányban kell dolgozni, hogy 25 év múlva ezt lehessen majd, meg 25 év alatt ezt lehessen megvalósítani, ilyen legyen a Strázsa, mert a gyerekek, akiknek a legfontosabb a véleménye, hiszen utána az övéké lesz, hogy milyen legyen, szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Nagyon tetszik nekem ez a mostani cím, talán az egyik legjobb, mert már mindenféle fajta neve volt ennek a rajzpályázatnak, de ez most szerintem nagyon tetszetős. Díjazás. Ugyanúgy lesz, mint ahogy eddig volt, hogy beleépül a programba, ugye? Tehát a gyerekek ott lesznek majd díjazva a megnyitón. Igen, a Borvidékek hétvégi rendezvény megnyitóján, ugye ennek mindig van egy díszes megnyitója a borrenddel együtt, és ennek keretébe kerülnek átadásra a díjak is, úgyhogy ez már június 1-én, a nagyon kora délutáni órákban. Szerintem olyan kettő körül gondolom, 2:30-3. De ezt még pontosan, természetesen ezt mindenkinek pontosan meg fogjuk mondani, meg a Borvidékek hétvégének ugye egy nagyon, nagyon szigorú és pontos forgatókönyve van minden tekintetben, a színpadi programokban is, a különböző vándorzenészek, ki, hol, mikor lép fel, tehát egy nagyon szigorú rendszerint működik a dolog. Ezt persze a kívülállók nem látják, és ők az a jó, ha ők azt látják, hogy minden működik, és mindenki jól érzi magát, és akkor mindenem megvan, tehát semmivel se kell nekem foglalkozni, hanem tényleg minden itt van, de hát emögött egy nagyon, nagyon komoly előkészítő munka van, hogy ez úgy tűnjön, hogy itt senki nem csinál semmit, hanem minden megy magától. Beszéljünk a közlekedésről itt is, ugyanúgy, mint a futóverseny esetében. Kis vonat lesz, biztos, hogy lesz, ez mindig szokott lenni, igen, kettő is. Autóval, pincegazdák, vagy bárki, föl tud menni, nem tud menni, hogyan tud felmenni, meddig, mettől, meddig lehet felmenni, tehát lesz-e ilyen? Szerintem már a pincés gazdák nagyon jól ismerik a közlekedési rendet, a Borvidékek hétvégéjét, hiszen ez nagyon régóta működik, és nem is nagyon változtatunk rajta, mert ha egyszer már valami berögződött, és tudják, és az szerint működik, akkor az a nincsen probléma. Tehát behajtási engedélyt a Vigadóban lehet kérni, amire rendszámot tudnak írni, és
És ezzel a behajtási engedélye természetesen, akinek ott dolga van, pincéje van, árusítani jön, minden probléma nélkül feljöhet. Egyetlen egy kérésünk van, hogy a saját telként árulja az autóját. Tehát ne az útvonalakban, ne az utcán, hanem álljon be a saját telkére, és ott árulja az autóját. Akik pedig vendégként érkeznek, azoknak a Locsodi út felől van a Fenyves alatt egy kijelölt parkoló, ott tudnak parkolni, és onnan 5 perc gyaloglással a Locsodi úton végig sétálnak, körülbelül 5 perc, onnan már is a fesztivál helyén találják magukat. Sőt, most már a Fenyvesnél ott is van vendégváró pince, tehát úgyhogy lehet rögtön ott is kezdeni a fesztiválozást, és akkor szép lassan a pincéken át eljutni a Orbán tér fölötti területre. A Piknik moziról és augusztus 20-áról most nem kérdeznék, szeretném, hogyha következő adásban majd részleteznénk, de egy valamit még meg kell, hogy kérdezzek. Nem olyan nagy rendezvény, sőt határozottan kicsi, de talán fontos lehet, hiszen mindjárt itt a nyári szünet. Vigadó tábor gyerekeknek nyáron. Tudsz-e már erről mondani valamit? Igen, ennek a kiírása már olvasható a Vigadónak a honlapján. Természetesen szervezünk nyári tábort. A eddigi rendszerünk szerint minden nap más program van a gyerekeknek délelőtt, délután, amihez szakképzett kollégákat kérünk segítségül, akár kézműves foglalkozásba, akár táncoktatásba, ugye mindenféle program van az egy hét alatt, megyünk uszodába, illetve van egy egynapos kirándulás is a programba. Emellett természetesen biztosítunk étkezést is a gyerekeknek, reggelit, ebédet, és persze uzsonnát is, mert amikor mondják, hogy éhesek, akkor mindig úgy készülünk, hogy akkor akár még 10 óra itt is, és uzsonnát is tudjunk nekik adni. Úgyhogy egy nagyon változatos program, amire várjuk őket a művelődési házba, és tényleg mindig nagy élményekkel távoznak a gyerekek. Eljutottunk júniusig, de menjünk egy kicsit vissza időbe. Egy utolsó témakörként egy icipicit térjünk vissza a húsvétra, ugyanis volt olyan programotok, ami érdekessé tette a húsvétot. Hogyha egy kicsit visszatekintenénk most. Mindig nehéz egy rendezvény szervezni, mindig a jövőben, mindig a jövőben élünk, hogy mi az, csak utána, hogy mi is volt tegnap, nem tudjuk már, mi volt tegnap. Ugye kézművesről beszéltél, hogy sikerült. Igen, tehát a húsvéti ünnepeket, ugye először is egy csütörtökön már nem volt tanítás, nagypéntek előtt, és akkor mondtuk, hogy egy kicsit segítenénk a szülőknek, hiszen mit csinál szülő, hazamegy csütörtökön, esetleg kivesz már ő is szabadságot, ilyen pedagógusok is otthon vannak, iskola már nincsen, hát valami foglaljuk el a gyerekeket, még anyuka ablakot pucol. És hát Zsuzsi kolléganőm nagyon nagy aktivitással készül ezekre a kézműves foglalkozásra, és hát mindig csodáljuk, hogy micsoda gyönyörűségeket tudnak alkotni a gyerekekkel, és ámulattal nézzük, hogy milyen ügyes, és mennyi kreativitás, és mennyi ötlet van, amit Zsuzsi megvalósít, és tényleg nem kell hozzá extra nagyon nagy kézügyességnek lenni, hanem olyan dolgokkal készül, amit a kisebbek, vagy nagyobbak is, és még kicsit kevésbé ügyesek, sőt mondjuk ügyetlenebbek is, olyan sikerélménnyel tudnak hazamenni, hogy olyan szépeket alkottak, hogy boldogok tőle, és akár hazaviszik ajándékba is, vagy ezzel díszítik otthon az asztalt ezekkel a tojásokkal, amiket itt készítenek. Úgyhogy tényleg nagyon szépek ezek az alkotások, de hát nyilván annyi tojást nem tudunk mi készíteni a Vigadóban, amennyivel a monori tojásfát fel lehetne díszíteni. Ugye ebben az évben szerintem harmadik alkalommal hirdettük meg a tojásfa díszítésünkhöz a tojáskészítő felhívást. Ugye itt az volt a cél, hogy minél több tojást készítsenek. Szintén egy ilyen közösségépítő programnak szántuk, és nagyon örültünk neki, mert hogy a nyugdíjas klubok, az idősek otthona, az iskolai osztályok, az óvodai csoportok, különböző iskoláknak a közösségei
ők együtt készítettek tojásokat, szántak erre időt, hogy egy-két órát ezzel töltsenek, és annyira örültünk neki, amikor jöttek a vigadóba, és kosárba hozták a 40-50-60 darab tojást, amit ők készítettek. Ugye egyetlen egy volt a kérésünk, hogy időtálló anyagból készüljön, ne vízfestékkel fessék meg a tojásokat, hiszen ugye kikerülnek szabad térre, esik az eső, fúj a szél, tehát lehetőleg ne törjönek össze, és ne mossa le róluk a díszítő elemeket az első eső. De húsvét után szerdán szedtük le a tojásokat, és tényleg nagyon jól bírták az időjárás viszontagságait, úgyhogy ezeket most elraktuk, és akkor jövőre már ezzel indulunk, és akkor ehhez majd kérünk újabb segítséget, és nyilván, ha már egyszer versenyt hirdettünk tojásfestésben, akkor ennek volt egy díjátadója is a Migadóban, és győztest hirdettünk családi kategóriában is, és iskolai kategóriában is, akiket jutalmaztunk a Migadóban. Akkor ez a program is marad jövőre is, miután jövőre is lesz húsvét. Jövőre is lesz húsvét, bízunk benne, és idén pedig lesz pünkösd, ami már nem is olyan sokára, és a húsvéti kézműves sikerén felbuzdulva tervezzük, hogy pünkösd előtt is szervezünk egy kézműves foglalkozást, hiszen célunk a népi hagyományoknak a megőrzése, és ezeknek a felelevenítése, hiszen nagyon sokat már elfelejtettünk, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik jártasak valóban ezekben. Hát elmondhatjuk, hogy van olyan szerencsénk, hogy ott van Zsuzsi kolléganőnk, aki nagyon jártas és nagyon ügyes ezen a téren, és tervezzük a pünkösdi kézműves foglalkozást is a közeljövőben, nyilván pünkösd előtti héten. Erre már lehet jelentkezni? A jövő héten már erre is lehet jelentkezni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, viszontlátásra. Kedves nézőink, maradjanak velünk, mert egy nagyon kedves képösszeállítás következik, amivel egy kicsit visszatekintünk a húsvétra. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket itt a húsvéti előadáson, és mielőtt még Nyulcsi Julcsival találkozhatnátok, előtte egy eredményhirdetést szeretnénk gyorsan lebonyolítani. Jó, egy hónappal ezelőtt hirdettük meg a húsvéti tojás készítő versenyünket, amelyekkel kolléganőim tegnap, illetve ma délelőtt már a város tojásfáját a segítőkkel együtt feldíszíthették. A Szent István téren ti is megnézhetitek majd, hiszen egész húsvét alatt ott lesz a tojásfa. A versenyfelhívásban az szerepelt, hogy azokat fogjuk díjazni, csoportokat, illetve családokat, akik a legtöbb hímes tojást készítik erre a tojásfára. Nagyon sokan segítettek nekünk, idősebbek, fiatalok, Evaris Györgyné, Irmuska néni, a gondozási központban is készítettek tojásokat, óvodai csoportok, iskolai osztályok, illetve családok is készültek a versenyre. De a legtöbb tojást a csoportos kategóriában a Monori Adi úti általános iskola első A osztálya készítette. Kérem Gudra Erzsi nénit, jöjjön, vegye át a díjakat, és majd az előadás után a gyerekeknek ossza ki, ami benne van. Gratulálunk Erzsinének és a gyerekeknek is. Nagyon szép tojásokat készítettek, és javaslom, hogy majd sétáljatok arra, és nézzétek meg a tojásfán a sok szép alkotást. A családi kategóriában Asztalos Réka és családja nyert, a legtöbb tojást ők készítették. Kérem őket is, hogy jöjjönek, vegyék át a díjat. Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy biztatom Önöket, hogy menjenek, sétáljanak majd a városban, és nézzék meg, hogy milyen nagyon szép hímes tojások készültek. Ezeket el fogjuk tenni, és jövőre már ennyivel több lesz, és reméljük, hogy jövőre is nagyon sok tojást fognak készíteni.
Adásunk záró blokkjában a Monori képviselő testület ülés egyetlen pontja szerepel, amely viszont jól mutatja a városra váró gondokat a szaporodó társasházak vonatkozásában. Az első kézből rovat következik. Nyolcas napirendi pont, Invest Pro Art Kft. Monor, Kistói utca 12-es szám alatti építendő 22 lakásos társasház, plusz üzlet, tárló, gépkocsi beálló és parkolóhelyekkel kapcsolatos kérelme. Ugye a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság tárgyalta elég hosszan ezt a napirendi pontot, és azért osztottunk ki most egy alaprajzot is hogy a képviselőtársaim azért lássák azt, hogy miről is van szó, mert nyilván itt beszélgettünk ugye a bizottsági ülés után, és az anyagban nem került bele az alaprajz, és szerintem az alaprajz szemlélteti azt a dolgot, ami valójában sok ember fejébe ugye kérdőjeleket tett fel. Illetve a másik dolog az az, hogy mi gyakorlatilag itt abba tudunk dönteni, mint önkormányzat, hogy a VT9-es övezetre vonatkozó szabályokat nem módosítjuk. Ugye ez annyit jelentett volna, hogy VT9-es övezetben nem lehet közterületen megvalósítani parkolást. Ugye az OTÉK szabályozza, hogy egy lakásra ugye egy parkolót, illetve hogy a szolgáltatásokra hány parkolót kell ugye építeni az építtetőnek, és itt tulajdonképpen erről lenne szó, és a bizottság ugye ezt nem támogatta, de ugye egyszer mi már ehhez kiadtunk gyakorlatilag a csatornához egy hozzájárulást, mert ugye ők külön egy másik vezetéken építenék meg ezt a csatornájukat, és gyakorlatilag a CEVA felől kijövő nyomó vezetékre kötnének rá, tehát a négyes alatt. Én megkérdezném főépítész urat, mert nyilván neki kell majd kiadnia egy konzultációs emlékeztetőt erre, ugye, mert hogy ezt a központi tervtanács fogja eldönteni, hogy kívánod esetleg kiegészíteni ezt, amit én mondtam néhány mondatban? Hogy te hogy látod ezt az egész dolgot? Ez a tervezett tisztelt képviselőtestület, ez az elképzelés elég régóta látókörömben van, mert a tervező megkeresett ezzel a dologgal, és igazából én eléggé elhárító magatartást tanúsítottam, különös tekintettel arra, hogy a közmű ellátottsága a teleknek nem volt biztosított. Miután ez a képviselőtestületi határozat megszületett, akkor konkrétan a tervről is volt egyeztetés, amiben a tervező azt a véleményemet, hogy a zöld felület biztosítását tisztán nem gyeprácsal és nem egyébbel terhelt módon alakítsa ki, és ezért épületen belül helyezel a parkolót elfogadta, és egy ilyen jellegű tervet készített. 22 lakás és egy üzlethelyiség, aminél a papírforma szerint 10 négyzetméteres eladótér egy parkolót jelent. Az épületen belül nem tudja mindet teljesíteni, ezért kellett volna, hogy ne a telken belül valósítsák meg a további parkolóhelyeket. Ehhez meg a szabályzatmódosítás szükséges lenne. A helyszínrajzból, amit a polgármester úr említett, látszik, hogy ez a beépítés maximálisan kihasználja a településközpont vegyes 9-es jelű övezetre vonatkozó beépítettséget, éppen, hogy teljesíti a zöld felület mértéket, annak érdekében, hogy ez a rendeltetés, ezek a lakásszámok ugye megvalósulhassanak. Ez egy kétszintes tetőtérbeépítéses épülettömeg, ami nem szokatlan, és
megint az építési szabályokba belefér. A Kistúj út vége gyakorlatilag a körforgalom környezetében ebben az építési övezetben van, tehát hasonló jellegű, mértékű beépítések megvalósulhatnak. Ami agályos ennél a tervnél, és ezt a központi tervtanács korábbi tapasztalat alapján úgy fogja elbírálni, függetlenül az építési szabálytól, hogy a környezetbe hogyan illik bele, ez az anyaghasználat, színezés, tetőtömeg, arányok lesz az egyik szempont, a másik szempont, amit a polgármesteri településképi véleményezési eljárás során nem mérlegelhetünk, vagy én a szakmai konzultációban is, hogy mondjam, mindig vitára okot adóan mérlegelek, hogy ezek a lakások mennyire alkalmasak arra, hogy családok számára biztosítsák a életteret. A lakás használatához szükséges kiszolgáló területek rendelkezésre állnak-e, és hogy olyan életminőséget valósítson meg a beépítés, a zöld felület, ahol a gyerekeknek játszani kéne, meg napozni, meg szalonnát sütni a közösségnek, meg minden egyebet, hogy erre alkalmas-e. Hogy mondjam, a beruházótól, meg a várostól függetlenül ezek az építés szakemberek ezeket a kérdéseket firtatni fogják, és kifogást fognak találni ezen az épületen. Mindezeket én a magam részéről elmondtam, és a több változatban alakítgattuk a tervet, vagy alakítgatta a tervező a tervet, de hát ebben a végleges formájában is még, ha rajtam múlna ezeket az agályokat, hát hogy mondjam, a véleményezésbe közölném. A szakmai konzultációról emlékeztetőt kell készíteni, ebben az emlékeztetőben én ezeket megfogalmazom, központi tervtanácsba meg fognak hívni. Ezt a beépítettséget, épülettömeget, zöld felület arányt, ezt, hogy mondjam, én sem tagadhatom le, vagy nem mondhatok ettől eltérő, illetve mondhatok, csak hát ez szakmailag nehezen lesz alátámasztható. Tehát egy visszafogottabb, tagoltabb tömegű előírást, az építési övezetben előírtnál nagyobb használatú zöld felületet biztosító épület lenne igazából támogatható. Ez az én nem feltétlenül szubjektív, hanem szakmai építész, főépítészi véleményem vagy javaslatom. Azzal, hogy a közterületi parkoláshoz nem járulunk hozzá, azzal hát egyrészt nehézséget támasztunk a fejlesztő számára, aki újra gondolhatja, hogy mi mennyibe kerül és mit tud belőle kihozni, viszont felveti azt a problémát is, amit a terv erénye, hogy megoldotta, hogy nincs gyeprácsos parkoló és gyeprácsos bejárat, hanem valódi zöld felületei vannak, azt most elő fogják venni mind eszközt. A gyeprácsról azt kell tudni, hogy a OTÉK engedélyezi, hogy 30% zöld felületként elfogadjuk, de az OTÉK azt is mondja, hogy az a zöld felület, ahol a termőtalaj és az alapkőzet között nincs szerkezet. Tehát a futballpálya az nem zöld felület, mert ott van egy drénréteg, meg alapozás, meg egyebek. Az a gyeprács, ami nem kap ilyen drénréteget és alépítményt, az már nem zöld felület, tehát a 30% ugrik. Jó. Ha viszont nincs semmi, csak ezt a műanyag netlonrácsot belenyomják a fűbe, az viszont nem lesz alkalmas arra, hogy ennyi jármű jövés menése és fordulása biztos, hogy mondjam, a fenntarthatóságnak is megfeleljen. Uh-huh. Amikor ez meg elsárosodik, akkor meg a ház ezt le fogja betonozni. Tehát ugye, mivel ez nincs benne a tervben, hogy jövök én ahhoz, hogy mérlegelem, hogy mi lesz a sorsa ennek az építménynek, de hát ezt úgy gondolom, hogy ahogy a tervezővel én meg tudtam értetni, ezt más is hasonlóképpen gondolhatja. Szóval konfliktusos egyelőre a dolog. Ha emiatt a rendelet módosítás kérelem elutasítás miatt újra fogják a tervet készíteni, a tervnek olyannak kell lenni, amit a központi tervtanács az előírásai szerint elvár, és a központi tervtanács elé kerül.
és akkor már nem lesz többet ráhatásunk a dologra. Tehát valami, hogy mondjam, kompromisszumot kéne kötni, hogy nekik is jó legyen, de azért ez egy fenntartható dolog legyen, és megfelelő minőség legyen, ráadásul olyan, amit nem kell, hogy mondjam, kitenni annak, hogy egy magasabb szakmai fórum elutasítja. Elnézést, hogy ennyit beszéltem róla, de ezeket kellett mérlegelnünk. Köszönjük. Vagy kell mérlegelnünk ebben az ügyben. Köszönjük. Vagy kellett nekem mérlegelni, bocsánat. Köszönjük, főépítész úr, azért is tartottam fontosnak, hogy ezeket a dolgokat elmond, hogy nyilván te szakmai szemmel mit látsz, mert nyilván itt mi nem építészek vagyunk, mi, mint egy normál polgár, azzal a szem, abból a szemszögből tudjuk nézni ezt az épületet. Hát, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Nézhetjük hosszú ideig, igen, hogyha megépül. Valók Péter képviselő úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Megy most? Nem? Most jó? Na mondom akkor. Tehát itt én azt nem látom, hogy főépítész úr, itt van százalékos arányban meg van határozva, hogy mennyi a zöld felület, mennyi be, innen hiányzik 25 négyzetméter, ahol mi van. Tehát a 100%-hoz hiányzik 25 négyzetméter, ahol mi történt. Tetszik érteni? Nem, de mindjárt megnézem, és akkor rá fogok jönni. Telek területe, beépítendő igen, terület igen. 43,9 jó, most már jó a mikrofonom, jaj, de jó. Zöld felett 30,48, ezzel a 30%-ot tartotta. Ja, hogy mi az előírás? Hát a 50% beépíthetőség és 30%. Valószínű, hogy elírás, ugye, a 100-hoz. Hogy? Tehát van a beépített, ugye 43,9%, tehát 44. Igen. Aztán van a zöld felület, hogyha ezt a kettőt összeadom, akkor az 74,5 négyzetméter. Van. Mi van a 25-tel? A többi burkolat. Az a burkolat? Igen. Hát az a burkolat. Nagyszerű. Ami nem zöld felület és jó, nem épület. Oké, okay, akkor én ezt már így értem. Tehát akkor gyakorlatilag zöld felület alig van, hogyha... Hát ennyi van előírva az építési övezetben, mert hogy a település központ vegyes területen nem kertvárosi lakóházak épültek volna, hanem intézmények, szolgáltatások. Jó, így most már értem, csak ez nem tudtam kibogozni, hogy ez a burkolt terület. Erre szánta a város, most és azért van a négyes polgármester úrtól kaptam választ a parkolásra. Most azt tudjuk, hogy ott a Kistói úton külső parkolót nem lehet sehová rakni, tehát ott nem is építhetne, még hogyha akarna se. Maximum a Melki utcákba, de ott se fér el. Tehát azt is tudjuk, hogy ez 22 lakás, 22 autó, hát azért inkább kettő van már, hál' Istennek, tehát annyira jó megy, hogy inkább kettő vagy három. A bejáratokat nem igazán látom, tehát itt... Ugye abban maradtunk annak idején, hogy egy bejárat minimum. Igen, egy bejárat. Na most akkor egy bejáraton, egy két irányú forgalom, ha 22 autó bejárat. Elkezd közlekedni, akkor ott azért lesz egy kis zsumbújdát. Lehetett volna ezt mondjuk kisebbre, hogy ne ilyen cipőkanállal kelljen berakni ezt az épületet, de én értem, a profit az nagyon nagy dolog, tehát köszönöm szépen. Köszönjük szépen képviselő úrnak. Igen, itt ugye pont erről tudunk most dönteni, hogy le van írva itt az előterjesztésbe is, hogy ugye a gyakorlatilag a ház alatt parkolnak az autók, és amit nem tudnak ugye a ház alatt elhelyezni, az oték előírások szerint azt a 4 vagy 5 parkoló helyet azt kéne közterületen, nyilván a Kistói utcán, mert ugye most elméletileg, hogyha VT olyan övezet lenne, tehát mondjuk VT4-es vagy akármilyen, ahol közterületen meg tud valósítani parkolást, akkor 500 méteres körzetbe meg tudja valósítani. Hát azt mindannyian tudjuk, hogy... Azt még most is, mert csak a közterületi parkolót nem engedjük, de más oték által megengedett 500 méteren belüli teleket úgy meg tudja. Igen. Nekünk így gyakorlatilag csak arról kell döntenünk, hogy kívánjuk a rendeletünket módosítani, igen, vagy nem. Nyilván ezt majd, hogyha megtörténik az áttervezés, akkor a központi tervtanács fog róla dönteni. Én is azt gondolom, hogy ez így, ezt így látva, ezt az alaprajzot, ez egy kicsit
túl intenzív, vagy ahogy a, most ha belegondolunk, jó, hogy ott beépítették azokat a szántóföldeket mellette, mert azok még ilyen, szerintem egy 10 éve még ott ilyen szántóföldek voltak, és elég érdekesen, tehát ilyen nyelestelek meg ilyen behajtással, ugye a városfeli oldalon, a másik felli oldalon is ugye családi házak vannak, de hát azért én is azt mondom, amit Balogh képviselő úr mondott, hogy lehet ezt egy kicsit azért finomabban is előadni. Én azt gondolom, hogy azért 22 lakás az azért nagyon sok, illetve mondjuk szolgáltatása biztos, hogy szükség van azon a részen, tehát hogy biztos, hogy azt ki tudják majd adni azt a bolt helyiséget. Kérdezném, hogy van-e még hozzászólás, észrevétel, akkor én azt tenném föl szavazásra, hogy a képviselőtestet akkor a VT9-es övezetén nem kívánja megváltoztatni a szabályokat. Kérem, szavazzunk! Tíz igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadtak. Ez volt a Gemini Televízió 25. évfolyam 15. heti száma. Adásaink továbbra is a megszokott időpontokban láthatók. Szombaton 17 órakor az új műsor, majd hétfőn 15 órakor, és pénteken 21:30-kor az ismétlés. Kérjük, kövessék nyomon és segítsék munkánkat, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol a HD minőségben is megnézhetik a beszámolókat. Elérhetőségeink változatlanok. Telefonszámunk 0629 413 511. E-mail címünk gemini.tv2000@gmail.com, honlapunk pedig www.gemini.tv.hu. Köszönjük a figyelmet, szép hétvégét kívánunk, viszontlátásra!